Antonio Lorenzo életében nem volt senki, aki jó irányba terelgethette volna. Anya drogfüggő volt, apja még gyerekkorában meghalt. De mindennek ellenére volt egy személy, aki mindig kész volt segíteni neki, hogy megtalálja a hazafelé vezető utat. Rosszul neveltek. Rosszra tanított a világ, rosszra tanítottak azok az emberek, akik azt mondták, hogy szeretnek, miközben nem is foglalkoztak velem. Antonio Lorenzónak soha nem volt közeli kapcsolata apjával. Legtöbbször ivott vagy drogozott. Anyával való kapcsolata sem volt sokkal jobb, aki szintén drogfüggő volt. Antonio még nagyon fiatal volt, amikor a szülei végleg eltűntek az életéből. Az apám éces lett, és anyámat is megfertőzte. 13 éves voltam, amikor mindketten meghaltak. Soha nem volt mellettem egy tekintélyes férfi, aki megmondta volna, hogy mit tegyek, így aztán lázadóként nőttem fel, azt csináltam, amit akartam. Az elvetettséget, az elutasítást büszkeséggel próbáltam palástolni. Miután szülei meghaltak, Antonio a nagymamájához költözött. Ekkor egy nagybácsi ott folytatta, ahol az apja abba hagyta. Bevezette a drogkereskedelembe. Miután már egy ideje kokainnal és marihuánával éltünk, megtanította, hogyan kell eladni a kokain. Adott egy bizonyos adagot, és azt mondta, ennyit kell beletenni egy 20-asba. Hamarosan a 15 éves üzletember heti $1000 keresett. Ott hagyta az iskolát, helyette a helyi bárokban bulizott a klienseivel. Új kedvtelést is talált, az autólopást. Azt gondoltam, hogy jó buli. Az izgalmat, hogy lecsukhatnak, az egész lázadó életvitelt szórakoztatónak találtam. Mint ha belettem volna lőve. De Antoniót nem elégítette ki veszélyes életmódja, így 16 évesen elkezdett kokaint használni. Nagynénje aggódott érte, ezért elvitte egy keresztény koncertre, abban a reményben, hogy majd megváltozik. Azt hallottam, amit hallani akartam, vagyis, hogy Jézus megbocsájtotta a bűneimet, hogy meghalt a bűneimért, és hogy most már a mennybe juthatok. Erre rögtön azt gondoltam, hogy minek hagyjak fel a bűneimmel, ha egyszer úgyis a mennybe megyek. Antonio félszívű odaszánása nem maradt meg, amikor abban az évben nagymamája is meghalt, újra elhagyatottnak érezte magát. Azt mondtam, megint egy ember, aki szeretett, és most eltűnt az életemből. Istennek pedig azt mondtam, hogy ha ilyen vagy, nem akarlak szolgálni. Azon gondolkodott, hogy véget vet az életének. Akárhány cigarettát szívtam el, ezek a gondolatok nem mentek el. Azt mondtam, frusztrált vagyok, a legjobb, ha egyszerűen öngyilkos leszek. Abba hagyta a dílerkedést és a maffiával alakított ki kapcsolatokat, amiről azonban kiderült, hogy még veszélyesebb, mint a drogkereskedelem. Tele voltam félelemmel és terrorral, ha valaki hibázott, megölték. Ez volt a játékszabály. Antonio attól félt, hogy ő lesz a következő. Féltem a haláltól. A félelem jobban megkötözött, mint ahogy azt valahogy is hittem volna. Felhívtam a nagynénémet, és megkérdeztem, szeret engem Jézus? Erre azt válaszolta, igen. Újra megkérdeztem, de tényleg szeret? Erre azt válaszolta, igen, ő soha nem hagyott el téged. Te hagytad el őt? Antonio megragadta azt a lehetőséget, amit korábban nem akart. Azt mondtam Istennek, ha te valóságos vagy, és új életet adsz nekem, én neked adom az enyémet. Jézus nevében. Néhány héttel később Antoniót letartóztatták és bebörtönözték. Azt mondja, ez volt a legjobb dolog, ami történhetett. A börtönben bibliaolvasással töltötte az idejét, ekkor adta át a szívét is Jézus Krisztusnak. Ott elmondtam a megtérők imáját, és sírva fakadtam. Tudtam, hogy Isten valóságos, és hogy új életet adott nekem. A börtön falai 2 évig biztonságban tartották a maffiától, de nem rejtőzhetett örökké. Nagyon féltem, mert hamarosan szabadlábra helyeztek. Bizonytalan voltam a jövőmet illetően. Ekkor hallottam először Isten hangját, aki hallható hangon szólt hozzám, mintha ott állt volna mögöttem. Betöltött a jelenléte, és elmondta, hogyan fog rólam gondot viselni. Amikor Antonio kiszabadult, az élete teljesen megváltozott. Amióta kiszabadultam, nem emlékszem, hogy valaha is féltem volna attól, hogy megölnek. Isten olyan sok módon tett bizonyságot magáról, hogy tudom, nincs az a támadás, amitől ne tudna megmenteni. Befejezte a középiskolát is, de nem állt meg itt. Megszereztem az egészségügyi asszisztens diplomámat és egy másik diplomát is a bibliai főiskolán pszichológiából. A legvadabb álmaimban sem képzeltem volna azt, amit Isten tett és folyamatosan cselekszik az életemben, és amit megmutatott és mutat nekem.
Isten szemében mindenki elfogadott. De ő azokat szereti, akik Jézus Krisztuson keresztül mennek hozzá. Egyedül ő az út.